Minden évben szeptember 30-án ünnepeljük a Népmese napját, Benedek Elek születésnapját. A Kincskeresőben is megemlékeznek a jeles napról, közel másfél héten keresztül különféle programokra várják a gyerekeket. A rendezvény keretében szerveznek például kakaópartit, játékos mesés foglalkozásokat, valamint a regélő népmese mondó versenyt. Fontosnak tartjuk azt, hogy a népmesével ne csak írott szövegben találkozzanak a gyerekek, tehát ne csak a kölcsönzés által kerüljenek hozzá közel, hanem személyes élményük legyen, a mesehősök bőrébe tudjanak belebújni. Így válogattuk azokat az előadásokat, amiket idehoznak, hogy ezek interaktív előadások. Minden alkalommal a gyerekek is belebújhatnak a mesékbe, maguk is a játéknak, a mesének a részesei lesznek. A programok Hajós Erika Mesébe zárt élmény című foglalkozásával vették kezdetüket, amire általános iskolásokat vártak. Elsőként a Balogantalból érkezett egy osztály, akik nagyon élvezték a játékokat, sőt az úgynevezett sziklacipelős játékban még egy új rekordot is felállítottak. Jantner Lilinek is nagyon tetszett a rendezvény, szereti a meséket, a kedvence a 77 magyar népmese. Több magyar népmese van benne, és hát nagyjából már mindegyiket olvastam, és vicces fordulatok, meseszereplők is tetszenek benne. A Hajós Erika által tartott foglalkozás egy bolond hercegről szólt, egy idős öreg emberről, aki a fejébe veszi, hogy elhord egy hegyet, ami az útjában áll, ebben a családja is segíti. Maga a hegy a történetben az előttünk álló akadályokat szimbolizálja, amiket néha nem tudunk egyedül legyőzni, csak csapatban. A játékos feladatok, amiket a mesékbe bele szoktunk szőni, az ilyen mesébe zárt élményfoglalkozásokban, azok 90%-ban a csapatmunkára épülnek, és a csapatmunkát segítik. Azt is segítik, hogy a gyerekek rájöjjenek arra, hogy vannak olyan hegyek, amit egyedül nem tudunk elhordani, és ahhoz bizony segítségre van szükségünk, akár a család, akár a baráti társaság, de olykor idegenekre is számíthatunk. A gyerekek a program keretében ezt próbálhatták ki, hogy milyen együtt dolgozni egy csapatban, ami egy osztályközösségen belül különösen fontos, hiszen a hétköznapjaik nagy részét együtt töltik a tanulók. A Népmese napi rendezvénysorozat ideje alatt minden könyvtár látogatót a Kincskeresőben megajándékoznak egy könyvjelzővel, valamint egy mesetekercsel.